Sziasztok, én Lipcsei Bette vagyok, nézzétek velem az NSO TV-t és a Sport TV-n a harmadik félidőt. Sziasztok, hát a nulladik félidő honnan máshonnan jelentkezne most, mint a Megyeri útról, hiszen a hét kérdése volt, hogy mi lesz az Újpesttel, mi lesz a lila-fehér csapattal, és azt gondolom, hogy klubhovatartozástól függetlenül mindenki annak szurkolt, hogy az Újpest továbbra is az NB1-ben maradjon és kedvező döntést hozzon az MLS. A sajtótájékoztatónak épp most lett vége, és ha jól tudom, semmilyen konkrét döntés nem hangzott el, vagy konkrét ítélet, úgyhogy a játékosokat szerintem senki sem irigyli, hiszen ilyen bizonytalanságban készülhetnek a Mezőkövesd elleni derbire, ami majd vasárnap lesz. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen most pénteken két találkozóval kezdődik a 20. forduló. A nem túl jó formában lévő Haladáshoz látogat a Kecskemét, a Diósgyőr pedig a Pápát fogadja. Mindkét találkozót láthatjátok egyébként a Sport TV-ben. És most a nemzeti ünnep miatt kicsit változik a hétvégi megszokott futballrend, hiszen vasárnap és hétfőn is láthatok majd találkozót. A szombat ugye kimarad a március 15-i ünnepségek miatt. Így hát vasárnap több találkozó is lesz. Szerintem mindenki a Ferencváros, Debrecen, illetve a Videóton Győr találkozóra kíváncsi, de ismerve az előző forduló eredményeit, én azt gondolom, hogy a Pécs MTK találkozó is nagyon izgalmasnak ígérkezik. Mindezekről fogunk természetesen beszélgetni vasárnap este vendégeinkkel. Többek között ott lesz Dusan Vasiljevic is az Újpestből, úgyhogy abszolút egy illetékes személlyel tudunk majd beszélgetni, hogy milyen lehet a hangulat az öltözőben, mit mond egy ember egy játékos belülről, hogy élik meg ezeket a napokat, ezt a bizonytalanságot, úgyhogy mindenképpen megéri majd velünk tartani. MRBA. Matyi, Rita, Vetta, Andris. A bajnoki helyszínelők. Különleges alakulat, akik előtt semmi sem maradt titokban. Mert a legjobbakkal dolgoznak. És mindenkit kihallgatnak. A hét utolsó napján az összes rejtély megoldódik. Harmadik félidő. Minden vasárnap a Sport 2-n.